egy konfliktuson majd ott. Hát miért? Hát ő majd ott. Hát miért kell megint? Most ugyan miért kell megint? Szerintem nem. De miért kell megint? Csak azért, mert a központi bizottság megbízott engem, meg az acélrendtárs, hogy idejönni beszélni a központi bizottság nevében, és akkor ilyesmiket kapok vissza. Maga nem magában nem bízom meg. Ül, abban az hát időben, azért, ha nem bízom meg valami konfliktus. Hát mi van a magától? Hát azért nézd, minden tárgyalásod megkérdezik, hogy azt tudom, hogy van valami elfogultsága. Hát a cínáltás őt is mondja, hogy nem elfogult, de maga azt mondja, hogy elfogulatlan. Én a magyar színnőkkel 1954-ben úgy jöttem ki, hogy akkor én elfogult voltam a maga javára, amikor megismertem és láttam, hogy milyen rettenetes dolgokat kárt okozott a magyar népnek, azóta tényleg nem vagyok elfogult. De a magyar nép egyetlen magyar kommunista se, aki eljöttem. Megölmeltem itt, mint a cselekedeteit. Az az milyen cselekedeteit elválaszthatatlan a személyisztől. Miért elítélem az ember? Igazatlan, és magával kapcsolatban, és én nem akarok ezekkel összebeszélni. De én még, hát szóval nekem egy tévésem van. És én meg vagyok győződve róla, ha ezt a tévés nem szerűsítő bármilyen párosztályhoz. Hogy otthon majd ugyanúgy zárják le, mint a többi párosztály zárták. Hát miért tudt, én megmondom, én nagyon elégedetlen vagyok például azzal, hogy a bulgár párt a 22. kongresszus után ébredt föl. Hát ők nem tudták, hogy mi volt náluk az előtt, ugye? Még a többi pártok is. Mi ezt már 53-ban, 54-ben kezdtük kidolgozni. És én azt szeretném, hogy náluk is lezárják. Én tudom, az eltársak attól félnek, hogy én otthon batáriát fogok csapni. És nem veszik megint ezzel, hogy 6 év óta ülök itt, és nem csinálok batáriát. Holott a nagy napartamból azért tudtam, hogy a többi is sokat nem tudok. Hát én mondok magában, hogy erről nem akarok beszélni. Nem akartam. Azért nem tudtam. Mert nem akartam. Nagy a pártunk szerencsében óriási nemzetközi. Én mondok magában, hogy létre. Hát szóval én már ezeken egyszer túl vagy. Túl, ugye én mind a két oldalát láttam az eseményeket. Én láttam a tekintélynek a tündöklését és a hanyatlását. Szóval én ezeket másképp nézem. Én azt szeretném, ha tudnám, hogy hogy és ezt nem először mondom, hogy én öreg vagyok. Ha így meghalod az én nagyon kellemetlen dolog a magyar és nemzetközi munkáshoz, hát azt meg kell mondani. Azt meg kell, ha hiába, azt látni kell. És azon kívül én meg vagyok győződve, ha jó, tárgyilagosan megnézik. Az én bánatom az, hogy először is túl helyezik az én dolgaimat. Azt hirdetik nagyon helyesen, hogy az én hibáim árnyak vernek a pártba és nagy kárt okoznak. És ugyanakkor azon törik magukat, hogy ez az árny minél nagyobb legyen, minél tartósabb legyen, minél tovább éreztesse a hatását, szóval minél tovább ássanak a pártnak. És én ezt szeretném befejezni. Egyébként ezt csinálják a többiek is. Hát én látom, befejezték a cserét, befejezték a nem ismerem az összes pártokat, nem tudom, mit csináltak a németek, mit csináltak a kínaiak, de ott is volt biztosan. Én annak idején olvastam a Grothe-Kohl beszédeit a törvénytelenségével. Őt bízták meg, még ott is volt.